2 évvel ezelőtt, decemberben megalapítottuk a Go Agro nevezetű céget. A lényege az volt az egésznek, hogy miért is hoztuk létre, mert ugye én is gyümölcstermelő vagyok, Laci is gyümölcstermelő, és mindenkinek problémája a munkaerő. Van, amikor nincs traktoros, van, amikor nincs ponyvahúzó, van, amikor nincs erre-arra ember, és megpróbáltunk optimalizálni dolgokat, hogy mit lehet egyáltalán helyettesíteni a gyümölcs termesztésben. Én körülnéztem a világba, és találtam egy pár gyártó céget, és szörnyűködve láttam, hogy mind lengyel. Ez nem negatív értelembe vegyük, hanem az, hogy a lengyel gépgyártás, a lengyel innováció ott tart, hogy lassan túlszárnyalta az olaszokat, és egy elfogadható árkategóriát képvisel. A cégünk neve is abból lett, hogy Go Agro, hogy a GoTrack rendszerre vettük föl az elsőként a kapcsolatot. Erről tudni kell, hogy ez egy elindulhatunk onnan, hogy ez egy permetező komputertől, ami információkat küld egy gazdának, hogy kiment az alkalmazott permetezni, az alkalmazott permetez, tudjuk, hogy hány fok van, mennyi víz van, mozog a gép, tehát ez egy kis alap dolog. Tud hibaüzeneteket küldeni nekünk, ilyen melegben ne permetezzen, mert 24 fok felett van, rögtön küldi a telefonomra az üzenetet, hogy jaj, hát 24 fok van, oda szólok a gazdának, hogy jó, állítsd le, gyere haza, mert össze fogod perzselni a gyümölcsöt. Vagy elpukkant egy cső, rögtön látom, mert küldi a telefon, hogy a nyomás elment. Tehát ilyen apró dolgok lehetnek. Be lehet állítani rengeteg ilyen dolgot, ami informál, de ugyanígy informálja ezekkel a dolgokkal a traktorost is a rendszer. Ekkor még nem beszélünk önvezetésről vagy ilyesmiről. A következő eleme a dolgoknak, hogy lehet önvezetővé tenni bizonyos szinten egy traktort. Önvezetővé úgy tudtuk tenni a traktort, hogy kaphat a rendszer egy sorvezető automatikát, amit tudjuk, hogy nagyon sok helyen meg lehet vásárolni, ami kormányra rakható. Viszont ez a rendszer már tudja a pedálokat is kezelni, tehát képes arra, hogy fékezzen, gázt adjon, kuplungot nyomjon, megálljon. Ezen kívül a rendszer bővíthető azzal, hogy egy ilyen optikai szenzorral van felszerelve, ami figyeli azt, hogy egy gép előtt mondjuk tartózkodik-e valaki. Ez azt jelenti, hogy ha én 6 méteren belül a gép elé lépek, akkor a gép elkezd lassítani, ha 2 méter belül lépünk elé, akkor meg fog állni. Ez a szenzor alkalmas arra is, hogy sorvezetésre használja a rendszert. Tehát figyeli a fákat, és ahol esetleg vége van a fasornak, ott megáll. Tehát, hogyha nem érzékeli a fákat, több opció alapján beállítható. Ugye, majd ezt követően ez a rendszer bővíthető egy olyan elemmel is, mint a GPS-es rendszerrel, ami 2 cm RTK pozíciós pontossággal működik, tehát 2 cm pontossággal. És akkor eljutottunk oda, hogy látunk egy ilyen traktort, amiben nem kell ember a permetezéshez. Vagy egy fükaszálláshoz. Ez nehéz úgy elképzelni, hogy valójában hogy is működik, de ezt most beszeretnénk mutatni, hogy egyszer beleülünk a traktorba, rögzítjük azt a feladatot, amit mi mondjuk megfelelő nyomással, megfelelő sebességgel gondolunk, végigültük benne, elmentjük ezt a programot, majd következő alkalommal kiviszünk a gépet, és más dolgunk nincsen, permetszert beletankoljuk, kiszállunk, vagy ki se szállunk, beindítjuk a gépet, elővesszük a telefont, és nyomunk egy startot, és leülünk horgászni. És a gép elkezd permetezni. Na, akkor ezt szeretném, hogy a László, hogy indítsuk el. Jobbra, balra nyisson, lassítson, gyorsítson, minden ilyen dolgot. Túl van biztosítva is, mert ha látjuk, van az elején egy ilyen ütköző is, ami esetleg, hogyha bármit a szenzorok nem érzékelnek maguk előtt, vagy van egy olyan kisebb bedőlt fa, akkor is meg fog állni, mert a legkisebb érintkezésre megállítja a gépet. Kiszállt a traktoros, el van mentve, és ezt követően magától megy. Menjünk pecázunk! Lehet menni pecázni, mert dolgozik a munkás.
Tehát az elektromos fogókákat, az kezeli, és akkor... Tehát ezt a technológiát abban a Same Argonban jövőre fogjátok látni, valószínű, hogy én is beleépítettem a sajátomba, az egy full mechanikus minden. Tehát abban minden mechanikus, és működni fog egy teljesen mechanikus. Tehát legközelebb, ha traktort veszek, fülke nélkül itt fogok venni, mert miért fizessek a fülkéért, amikor nincs szükségem fülkére? Miért? Ember nem fog ülni? Ember nem fog benne ülni? Élő lett kapcsolat van? Dolgozik. A Lacinak a telefonjára küldi folyamatosan az információt. De hogyha meghal a net, akkor gondolom abban a pillanatban leáll. RTK-val dolgozik. Tehát ő megáll, hogyha ha nem érzékel kapcsolatot. Így igaz. Egy gombnyomásra kikapcsolod, a pedálokat elengedi, és már te kezelheted az egész rendszert. Volt közülton... valamikor valami támogatási rendszerre? Elvileg... Hát eddig nem volt még. Hát figyelj, géptámogatásba bele lehet rakni, mint informatikai eszközt. Hát ahova be lehet rakni a traktor automata vezérléseket, az ugyanúgy el lehet sütni. Bármilyen régi mechanikus traktor... Én azt mondom, tehát minden, ez a rendszer beépíthető bármilyen mechanikus traktorba, de jó állapotú legyen a traktor, ne legyen nagy holtjátéka. Tehát ez a lényeg, hogy azért egy kezelhető holtjátékkal rendelkező traktor legyen, nehogy olyanba rakjuk azért bele, aminek a kormánya ilyen. A lengyerek, meg folyamatosan Svájcba, Németországba, akárhova mennek, mindenütt nyerik az innovációs díjat. A sofőr bekapcsolta a gardánt? Be. Hát azért megy. Tehát az be kell. Az bekapcsolta, persze. És utána kezeli. Ha elektromos bekapcsolású, akkor is be kell kapcsolni. Ha mechanikus, akkor is. És mi van, ha mondjuk fölázott talajon megy, jelez valamit, hogy megáll, vagy... Akkor küldi az SMS-t. Akkor 30 cm van most megengedve neki a optimális útvonaltól való eltérése. Ez azt jelenti, hogy ha megcsúszik a gép, amit te is mondasz, sárba, ha 30 centinél nagyobbat tér el, akkor küldi neked, hogy ott vagy elakadtam, vagy valami van, mert nem tudok tovább menni. Akkor tudod, mert a GPS adatokat Lacinak a telefonjára automatikusan küldi, hogy hol van adott pillanatban. Ha elakad valaki, akkor alapból el szokott akadni. Meg mondjad, hogy lesz most már applikáció is hozzá, tehát még részletesebb az. Mert most ez SMS-es információt küld Google-be. Megáll magától, vagy nekem kell megállítani? Nem. Megállíthatod. Tehát ha 30 cm, akkor megáll, akkor megáll, akkor megáll, akkor megáll, akkor megáll. Hogy távvezérlős traktorod legyen, igen. Lehet ez egy olyan 2 millió, nem 3 millió, 2 körül van az a rendszer része. Ugyanazon a nyomvonalon kell menni állandóan egy kötsárkánnyal is. Tehát idegileg nem bír, amikor 8-10 órát benne kell ülni. Mert van, aki használja, én meg csak ugye ismerem valamennyest a rendszert, tehát itt az a lényeg. Tehát távvezérlőről a rendszer is vezérelhető, hogyha mondjuk azt akarjuk, amit mondtam, hogy közelébe vagyunk. De hogyha nem akarunk közelébe lenni, akkor a program szerint hadd menjen. Kellett állni, tankolni. Tehát már csak parázsolt benne, de még... Józsi! Gyere onnan, mert jön eléd! Ide, ez oldalra, oda fog leállni. És hogyha én a traktor elé megyek, amúgy elkezd lassítani és megáll. A gép különlegessége az, hogy van ez a rádiusz, amit végül is a lényege az, hogy 4 emberrel kell kevesebb, például egy alma szedésnél, mint egy normál esetben. És a legfontosabb dolog az, amit meg kell említenünk, hogy nem csak az ember, hanem az, hogy amikor egy gyümölcsösbe kimegyünk és le akarjuk rázni. Sokszor találkozunk azzal, hogy szinte a földig lógnak az ágak. Ott már nem fog el tudni menni a kéziponyva húzó, csak
hason csúszva, az meg eléggé nehézkes. Ha nagyon össze vannak nőve a fák, szintén nem tud elmenni közte, megint probléma a dolog. A másik problémás dolog, ő viszont el fog menni. Ennyibe. 20 centibe elszalad a fa alatt. A másik dolog például az öntözőcsövek. Ahol öntözőcsövek vannak felfüggesztve a fára, ott nem igazán szeretik a ponyvát húzni a munkások, mert azt vagy emelni kell, vagy lépni kell, tehát az egy külön műveletnek számít. Ő szintén, hogyha nem alulról karózott, hanem függesztett, akkor el fog menni. A gép fel van szerelve fejforgató rendszerrel, és teljes mértékű elektrohidraulikus rendszerrel van, tehát nem karokkal, hanem nyomógombokkal kezeljük. A túloldalról lehet majd ezt megnézni, szép sárga nyomógombok vannak, és amit tudni kell, hogy itt alul van egy kamera, amivel most nincs betéve a gépbe a monitor, de azzal a kamerával látja a gépkezelő, hogy hol kell megállnia, és nem kell előre-hátra tologatni a géppel, hogy az optimális pontot megtalálja. Nagyon ezt kértük direkt azért, hogy almához hozzák nekünk, és azért nagyon magas profilmagasságú felhordószallag van. Mindent lehet állítani rajta, tehát az alsó felhordószallagot, a felső felhordószallagot, a hasmagasságát a gépnek. Indítsuk már be a gépet, és akkor mutassuk meg, hogy hogy is működik ez az egész dolog, hogy a hasmagasságállítás, rázás, ponyva kitolás, ponyva behúzás, tehát egy nagyon egyszerű mechanizmus az egész. És akkor a hátuljáról még annyit, hogy lehet többféle verzióba kérni a hátulját, tehát ez valójában csak egy opció, ahogy így mi kértük. Vannak olyan területek, ahol ugye nagyon sáros, vagy nagyon keréknyomos a terület, ott ugye tudja az ember a hasmagasságot állítani, ez egy nagyon-nagyon hasznos funkció ennél a gépnél. Figyelj csak, állj meg! Belógáson emelj már egy kicsit, a ponyvát feszítsél már rajta. Még? Jó, így. Tehát lehet állítani a ponyva feszességén is, hogy ne lógjon le a földre. Ezek a ponyva szélek itt ilyen rugósan vannak megcsinálva, hogy ne folyjon le róla a gyümölcs. Tejforgatás. Jó. A fejforgatásnak ott van, ugye, az előnye, hogy vannak olyan... Mindent lehet állítani, tehát most most fel van húzva, lehet egy kicsit gyorsra, de mindent szallagsebesség, minden állítható. Mindent lehet állítani, mindennek a sebességét, keménységét. Tehát úgy van, hogy 300 kilót tud bevinni. 300 kiló az, amit bevisz a ponyva. Már egy-egy ponyva? Nem, így együtt. Tehát 150-150 kilót visz be, így oldalanként ugye ez a kar. És ilyen rugós megoldás. Ez jó dolog. Ez jó dolog. És ilyen rugós megoldással van. Azt néztem közben, hogy fel volt nagyon emelve a nyomás a gépen, azért volt olyan hirtelen darabos az egész, azt lejjebb kell venni, vagy 25 bárral, mert kicsit magasabbra állították. Az ára például ennek a gépnek olyan 15 millió forint nettóba, ennek egy 5 méteres verziója az 11,5 millió forintért érhető el. Az persze nincs ennyire felszerelt, de... És kisebb az 5 méteresen? Hát egyértelműen, mert az 5 méteres gépre nem megy fel 6 méteres ponyva. Jó, hát csak nem tudom, hogyha valami másról van a rövidítés rajta. Nem, a gép hosszában van a rövidítés, és ugye a feltekerő henger is ugye ebből adódóan rövidebb. A másik olyan dolog, akivel kapcsolatban állunk, és majd mindjárt a hűtőház manipuláló részéből láthatjuk, a Greensort Kft., a Greensort lengyel cég, ők csomagoló gépeket gyártanak, és ilyen forgóboronát is forgalmazunk tőlük, amiről tudni kell, hogy egy ilyen 40 liter per óra, vagy 40 liter per perces teljesítményű géppel használható. Ez ilyen újnyi vastagságú gyümölcsös telepítésben is szépen dolgozik, és ami még érdekes, hogy például a traktoromnak, az az én gépem, és az órára lehet ilyen Greensort gyárt ilyen fronthidraulika részt, amivel együtt előről felszerelhető. Erről azt kell tudni, hogy ugye ekkor nem kell kitekeredni
a használójának, a traktorosnak, hanem szépen előrefelé látja is, hogy mit csinál. És árérték arányban nagyon jó, mert egy 250 ezer forintot képvisel az a front hidraulika, ez pedig egy ilyen nettó 1 millió forintos értéket képvisel, tehát ez a forgóborona. Erre más fej is rá tehető, vagy mondjuk kasza, vagy ilyesmi? Nem, ez csak forgóborona. Ez forgóborona. De, ha valaki nagyon ügyes, akkor szerintem igen. Tehát nem zárja ki. Nem zárja ki a dolgot, csak a fűkaszának ugye más fordulatszámra van szüksége. Ezek alacsonyabb fordulatszámmal működnek, akkor már viszont kellene alátenni szerintem egy gyorsítót is, hogy az úgy működjön. Mert univerzálisan, tehát ugyanaz a hidromotor nem fogja tudni meghajtani, mert az egy nagyobb nyomatékú, lassabb fordulatú, oda meg egy nagyobb fordulatú motorra van szükségünk. Tehát. És hogyha valakinek traktorján van ilyen front hidraulika, az mennyire kell így a vázon? Semmit, mert itt ez úgy van kiképezve, hogy előre, hátúra felrakható ez az eszköz. Aha. Tehát ez hátúra is és előre is. A lengyelek nagyon okosan előre gondolkoznak, és megcsinálják úgy, hogy mindenhova pakolható legyen. És nagyobb fej nincs hozzá, 40 centis. Ez a 40 centis. Ez 40 centis, de van kisebb. Tehát a kisebbet azt ilyen szuperintenzívbe szoktuk ajánlani, ezt viszont egy picivel nagyobb térállásba. Vagy az is barkácsolható van. Hát azt én már láttam olyat, hogy még nyújtottak rajta rendesen. Két métert kinyújtott. Egyébként körbejártam minden, de itt jelenleg egy sima hagyományos száraz ürítésű konténerborítóval ellátott gépet látunk. Valójában meg most már lehet vizes ürítéssel is rendelni ezt a gépet, ami ugye azért is érdekes a termelőknél, mert ugye egyre többen fogunk használni olyan szereket, ami ugye kémiai kiváltására lesz szükség, és én úgy gondolom, hogy például a fokozatos kén használat is meg fogja követelni azt, hogy a mosórendszeren keresztül küldjük, mert az üzletláncok meg fogják követelni, hogy szép, tiszta, válogatott almánk legyen, de nem csak az, hogy szép, tiszta legyen, hanem az, hogy a piac is most már abban az irányban megy el, hogy kéri, hogy színre, méretre, hibára, mindenre válogassunk le. Ezt a gépet én azért kerestem, mert olyan probléma volt a gyümölcsösben, hogy mindig ott próbáltunk válogatni gyorsba. 6-8 ember mindig ott nézegette, hogy mit, hogyan csináljon, tehát hova rakja azt az almát. Egy kicsit úgy megelégeltem azt, hogy nem volt a megfelelő a minőségű válogatás, nem tudták megmondani, szinte komoly méret kategóriákat tévedtek. És szétnéztem a világba, hogy ki az a gyártó, aki egy kompakt, de ugyanakkor egy nagyon elfogadható áru és minőségű gépet tud. És ekkor akadtam erre a Greensort cégre. A Greensortról azt kell tudni, hogy ők viszonylag egy ilyen 6 évvel ezelőtt indultak, egy nagyon innovatív cégről beszélünk, és mindenütt innovációs díjat nyernek. Tehát ahol elmennek egy kiállításra, ott mindig megnyerik a kiállításon valamilyen innovációs díjat, mégpedig ugye láthatjuk ez a gép is, hogy egy tök kompakt, ezt lehet rendelni 5 asztallal, 6 asztallal, 7-tel, 8-al, és akkor láthatjuk itt a konténerborító részt, nagyon egyszerű, mert szinte egy ilyen gomb meghúzásával indul el a gép. Ez ilyen 1,5 és 2,5 tonna per órás kapacitással rendelkezik, színre, méretre és hibára tud válogatni. Na ez az, amit nem tudnak ebbe az árkategóriába. Ez most a frissen szedett alma, amit itt látunk. A gépre azt kell tudni, hogy egy touchképernyőn keresztül lehet a vezérléseket beállítani, vagy a programokat beállítani. Egy nagy minőségű HD kamera vizsgálja a gyümölcsöt, és lehet a gépet használni minden kerek, gyümölcs és zöldség válogatására. Körtét nem fog tudni válogatni, meg szilvát. Szilvából csak a kerek szilvákat, mert ugye az alakjába adódóan nem kerekről beszélünk, viszont őszi barackot, sárga barackot gyönyörű szépen válogat. Nagyon jó referenciánk van ezekre, akit esetleg érdekel, megtekintheti élőbe is. És pályázat van most rá. Tehát most a kiírásra kerül a pályázati rendszerbe. Itt van, hogy
méretekre és eszközökre hogyan épül föl egy ilyen rendszer. Szívesen küldök mindenkinek árajánlatot. Azt tudni kell, hogy ez a gép így, ahogy van, egy nettó 10 millió forintot képvisel. A legdrágább gép, ami vizes üdítésű, az egy ilyen 15,5 millió forintba kerül, de lehet rendelni ilyen kihordó szalagokkal, mert ugye van, aki mondjuk digitális mérlegen dobozol. Digitális mérleget is tudunk a gyártó forgalmaz hozzá, tehát egy nagyon baráti árkategóriát képvisel a gép, és konkurensekhez képest mondhatom azt, hogy majdnem fél árban van. Ebben van az a láda dobogató. Így igaz, azt meg is tudjuk mutatni. A ládaborító nélkül valami 9 millió 300 ezer forintba kerül a gép nettóba. Tehát, mert akkor az elektronikai részt azt már úgy kell készíteniük, hogyha ez is kell hozzá, akkor... Tehát az elektronika mozog még itt a dologba. Tamás, kapcsolj be a belécés. Tamás, a borító azt mondja, hogy a borító szoftvere fejleszthető a gép. Ja? A borítót, ezt az kapcsolat. Micsoda? Azt fordítsd el, azt a csak azt. Igen. Yeah. Úgy. Várj, hagyd úgy. De várj, még a potméter fel kell húzni. Jaj. Ja, és a szoftverejét, azt folyamatosan lehet fejleszteni a gépnek. Tehát ez olyan, hogy ha valakinek egyedi kérése van, az minden belerakható. Nagyon egyszerűen beállíthatók a dolgok, tehát színre, méretre, hibára, vagy több dologra is egyszerre tud válogatni a gép, és ugye ez a 8 frakcióhoz, amiben be lehet rakni, most nem is tudom, milyen programok vannak, 60, 65, 70, meg hogy mi alapján rakta ki, most ezeket nem néztem át. Hát valamire volt kitéve, hogy rakja ki. Hibára ugyanúgy ugye a kamera megvizsgálja, és akkor a hibának a méretére, hibának a méretére és intenzitására is lehet. Mondjuk mit tudom én, ilyet ezért kérdezem, mondjuk ilyenbe. A 7-esben megy a hiba, a 7-es osztalnak, ide ha rohadt van, akkor ide jön, de ezt kiállítod magadnak, ahogy akarod. Illetve meg lehet tanítani a kamerát, hogy mi a kívánalom, hogy ki mit akar. Ide jön a hiba, azt mondja. Ide a hiba. És ezt automatikusan fölrögzíti, de felhúzza. Igen, ide bemegy a konténer, ez itt rácsapod az a konyva, és együtt fordul át a konyvával, és amikor már átfordult, akkor emeledik a konyva, és akkor ott szépen megy vagy. Aha, de így kezdi el a borítást, ugye, és ő felhúzza, így rögzíti. Így konténerrel együtt így megy, itt van mindegy, benne a fa vagy műanyag tartály, gondolom. Most jön az alma. Van egy ilyen kis kompjúter, ami végülis bármilyen típusú permetező géphez, ami elektromos szakaszolás és elektromos nyomás vezérléssel rendelkezik, beszerelhető. A lengyelek leegyszerűsítették a legegyszerűbbre. Ha koszos a valakinek a keze, akkor lehet így is kapcsolgatni bármit. Ha viszont szeretné, így is lehet kapcsolgatni. Tehát, de lehet kézzel is, mert tartsos a kijelző. És amit mondtam, hogy lehet beállítani riasztási feltételeket. Tehát, hogy én most 24 fok fölött már nem permetezzek tovább, vagy éppen ha kint van a melós, ne permetezzen tovább, és küldjön nekem dolgot. Vagy hogyha megállt, és több órán keresztül ugye áll a gép, akkor rögtön tudom, mert ebben egy SIM-kártya van, és nekem küldi az SMS-t a telefonomra, hogy na, miért áll az a gép? Már 2 óra hosszája. Elromlott? Vagy mit csinálunk? Tehát, vagy műszaki hiba van? Tehát tudjuk, vagy a nyomás elment, vagy éppen valami
probléma van. Egy oldalt tudom szakaszolni? Négy, tehát négy szakasz tud kezelni a gép, tehát négy szakaszra lehet osztani a permetezési szakaszokat, és négy szakaszolós rendszer tud kezelni gyümölcsösbe. És ugye kommunikál folyamatosan a telefonoddal, hogyha valami hibát észlel, vagy pontosabban, hogyha ha te amit beállítasz. Gyere, nézd meg, tehát ez azt jelenti, hogy a lengyeleknél úgy vannak megcsinálva a gépek, hogy nem csak jobb meg bal oldal van, hanem felső, meg alsó szakasz is van, jobb oldal. Tehát, hogyha... Nem. A programok száma az végtelen. Tehát a szórófejek számát is meghatározott benne szépen. Ilyen permetező kompjúterre senkinek nincs a piacon, tehát lehet itt mondani, hogy ezt tud, azt tud, de ezek a lengyelek mindenen túllőttek, tehát úgy gondolták, hogy ha csinálnak, akkor a legjobbat. Azt tudni kell a GoTrack cégről, hogy gyakorlatiasak nagyon, mégpedig azért, mert a cég tulajdonosok nem csak informatikusok, hanem ők almatermelő gazdánk is. Tehát a szüleik almatermeléssel foglalkoznak, és ebből adódóan ugye ők napiasan ki tudták próbálni azokat a dolgokat, meg tudták, mi az igény. Tehát az igényekhez igazítva, a saját igényeiket beleültetve, és a vevő igényeket összegyúrták, és tudják azt, hogy mire van szükségünk. És mikor lesz magyar? Az annyi lesz, hogy most kiküldjük, tehát kiküldjük a listát, most már vissza a magyarítást, és ők úgy fogják a következőket küldeni nekünk. Ez angolul van. Angolul, tehát több nyelven van, angolul, németül, lengyelül, de magyar szoftver van, tehát most már a következőknek.